Önkormányzatunk szervezésében második alkalommal kerül megrendezésre a tojásfa díszítés itt Felsőzsolcán. Most az óvodásaink kezdték el a díszítést, és most annyi különlegesség volt a rendezvényünkben, hogy most egy kis versenyekkel, vetélkedőkkel is készültünk. És természetesen a térre kiköltöztek a kis állatsimogató kecskék is, amely úgy látszik, hogy nagyon nagy örömmel fogadták a gyerekek. Tavaly évben volt először tojásfa állítás itt díszítés Felsőzsolcán. Az apropóját annak idején az adta, hogy sajnos a járványhelyzetben nem tudtuk megszervezni ilyen módon a rendezvényünket, és azt gondoltuk, hogy ha egyénenként mindenki tudja majd díszíteni a fát, akkor egy csodálatos tojásfa lesz itt a Hősök terén. Akkor úgy gondolom, hogy rendkívül jól sikerült a kezdeményezés, és most az éven mindenképpen szeretük volna folytatni. Látható, hogy a gyerekek nagyon élvezik, ráadásul versekkel, locsolóversekkel készültek a fiúk, és egy előadásra is kedveskedtek itt a téren kilátogatóknak az óvodásaink. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó kezdeményezésnek lehetünk itt részesei Felsőzsolcán, és várjuk természetesen lakosainkat is, a gyerekeket, hogy minél többen díszítsék a felsőzsolcai tojásfát.